Úgy kell felkészülni a családalapításra, hogy mindegyik, tehát az apa is, a leendő apa és a leendő anya is egészségesek legyenek, ne dohányozzanak, ugye teljesen felkészültek legyenek a baba várására. Mivel a mai fiatalok egyre későbbi életszakaszukba vállalnak gyereket, fejtette ki Balog Andrea zombai védőnő. Az előadásban szó volt többek között a harmonikus családi életről, a biztonságról, a csecsemőgondozásról és nevelésről. A mai rendezvény EFOP pályázatból valósult meg. Várandósokat és kisgyermekes anyukákat hívtam meg a rendezvényünkre. Interaktív előadást terveztem, több diát fogok felvetíteni, egészen a családtervezéstől kezdve a kamaszkorig. Ezért hívtam meg a több gyerekes anyukákat, hogy tanácsokat, hiteles információkat adhassanak a várandósoknak, akik még ugye nem tudják, hogy milyen feladat előtt állnak. Illetve meghívtam a zombai gyermekorvost is, és az asszisztensnőt is, mert meg ugye én fogom tartani az előadásokat, én 17 éve vagyok védőnő itt zombán, és mi találkozunk leginkább ezekkel a családokkal, akiknek gyermeknevelési problémái vannak, ugye nem csak szépségek vannak egy gyereknevelésben, hanem vannak bizony problémák is, és ezeket meg kell oldani, és úgy gondolom, hogy a várandósoknak így tudunk segíteni, hogy előrevetítjük nekik ezeket az eshetőségeket, hogy problémák is lehetnek, és ne érezzék magukat úgy, hogy ez csak velük történik meg. A terhességtől kezdve mindenféle, tehát a terhes állapotra vonatkozóan, tehát hogy mit lehet enni, milyen életmódot kell folytatni, ezt az újszülöttekkel kapcsolatban szoptatás például, ami nagyon nehéz feladat, tehát az első két hét az nagyon nehéz. Ugye látunk mindenféle gyönyörű szoptatós képet, tehát mindig azt mondom a kismamáknak, hogy ezt felejtsék el, mert majd körülbelül a hatodik hónapban lesz ilyen, hogy mindenki mosolyog és minden szép lesz. Mert azért ez először fájdalmas és nem olyan egyszerű dolog, de hát tudunk segíteni mindenkinek, aki engedi. 6 hónapos korig van a kizárólagos szoptatás, most ezt támogatjuk, hogy minél többen 6 hónapos korig kizárólag csak szoptassanak, és hát utána végül is igen, talán ilyen két éves kor, ami így átlagba szokott lenni, hogy addig szoptatnak az anyukák, akik ilyen nagyon elhivatottak. De van olyan, amikor a gyerek úgy dönt, hogy ő most így leválasztja magát, és akkor már nem kér több anyatejet. Úgyhogy igen, ezzel kapcsolatban is vannak kérdések, sőt párkapcsolati problémákból is vannak kérdések. Ugye nem egyszerű ez, hogyha család lesz a kétfős párból. Teljesen más egy gyereket otthon, tehát hazavinni a kórházból és otthon gondozni, mint ezt így elképzelni, hogy majd milyen szép lesz és milyen jó lesz, hogy ott lesz egy kisbaba. Aztán az első átmulatott éjszaka után, amikor ugye sír a gyerek és ordít egész éjjel, akkor már ugye mindenki, harmadik éjszaka után már mindenki fáradt lesz, és hát nagyon sok türelem kell, és nagyon sok beszélgetés a pároknak is. A polgármester úr is elmondta, hogy a mostani Facebook és Instagram világban élünk. Kifele mindenki azt mutatja, hogy minden tökéletes, sehol nincsenek problémák. Ugye a szomszéd irigykedik a másik szomszédre, hogy de jó neki, mert látok, semmi probléma nincs. Aztán közben, dehogy nem, mindenhol vannak problémák. Ugye problémaforrás vagy stresszforrás lehet és a problémák azok stresszt okoznak, ami ugye kihat a párkapcsolatunkra, kihat a gyerekek nevelésére, és csomó mindenre. Ugye stresszforrást okozhat a hitel, amit az előbb mondtunk, aztán a mozaik családok. Nagyon sok ugye a válás, előző párkapcsolatból hozott gyerekek, előző párral való konfliktus helyzetek, tehát itt csomó minden lehet így, amit meg kell oldani ebben a mozaik családban. Megemlítésre került, hogy az apák csecsemőkkel való kapcsolata nagyon sajátos és egyben fontos is a csecsemőkre nézve, hiszen ők azok, akik röptetni merik gyermekeiket, vagy akár birkózni velük az anyák féltő magatartásával ellentétben. A védőnő ugyanakkor hangsúlyozta, nincs olyan kézikönyv, ami minden helyzetre megoldást jelentene, hiszen minden család, szülés más, így az ott jelentkező kérdések, az adott szituációk is eltérőek. De azért van még hazánkban 100 éve védőnői szolgálat, ami fennállásától folyamatosan megújult és igazodott a társadalom igényeihez, elvárásaihoz, hogy a kisgyermekes szülők is bátran felkereshessék őket kérdéseikkel.
Mindenképpen a szoptatás, az, hogy pihenjen sokat, hogy kérjen segítséget, merjen segítséget kérni, ez nagyon fontos, tehát hogy ne maradjon egyedül a problémáival. Ugye van ez a terhesség utáni depressziós állapot, amikor kicsit így hormonálisan megváltoznak a dolgok, és az anyukák egyedül érezhetik magukat, tehát ez is fontos, hogy segítséget merjenek kérni. Illetve hát mindenféle betegség, hogy kiütéses a baba, akkor miért kiütéses, vagy ha nem szopik, akkor miért nem szopik, tehát nagyon sok, tehát itt top 10-et nem tudok felsorolni, de nagyon sok kérdés szokott felmerülni. Az első szakorvosi vizsgálaton túl vannak, akkor kell jelentkezni a védőnőknél, ez azért van, hogy ne legyen ugye titkolt terhesség. Tehát előfordul ugye a titkolt terhesség, de nyomon követjük, és olyan a védőnői hálózat, hogyha valaki elköltözik egyik városból a másikba, akkor mi azt átadjuk, és tudjuk, hogy ki hova költözködik. Így az anyukák mindig számíthatnak a védőnői ellátásra, és ha kérdésük van, bármikor felkereshetik a tartózkodási helyükhöz legközelebb lévő védőnőt, akitől szakmai tanácsokat kaphatnak. Az előadás után azt terveztem, hogy majd itt ilyen csecsemőgondozási alap dolgokat meg tudunk mutatni. Hoztam a védőnői tanácsadóból egy babát, ami az eredeti, tehát egy igazi újszülöttnek a súlyával megegyező 3,5 kilós baba. Tehát ezt föl tudják emelni, illetve lázat lehet mérni rajta, mert nem mutatja a lázat, de meg lehet nézni, hogy kell a lázmérőt behelyezni. Illetve hoztam ilyen szoptatási segédeszközöket, fertőtlenítőt, ilyen baba gondozási kellékeket, és egy kis egészséges táplálékot, amit a kismamánknak lehet fogyasztani. Az egyik anyukával elhatároztuk, hogy ezt a hordozókendős felemelést is megmutatjuk majd, hordozókendő használatát. Olyan, mintha a magzati korában lenne, tehát olyan testhelyzetbe tudja magára kötni az anyuka, és nem kell elszakadniuk egymástól, az anyuka ugyanúgy tudja végezni az otthoni teendőjét, és együtt vannak. Tehát a baba sincs külön egy kis ágyba, és ugyanúgy, mint magzati korban együtt vannak. A gyakorlati dolgokban elmagyarázta továbbá a védőnő a babamasszás technikáját, amely többek között erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, segíti a vérkeringést, és az immunrendszer fejlődésére is hatással van. Fontos, hogy mindig szeretettel forduljunk a csecsemőhöz, és beszéljünk hozzá, hiszen bár válaszolni még nem tud, de ért minket.